Az eddigi versenyek legnépesebb mezőnye érkezett Székelyföldre. 15 országból 20 csapat, pontosan 136 versenyző vesz részt a Tusnád Ásványvíz RT főtámogatásával augusztus 9-e és 12-e között zajló 6. székelyföldi viadalon. Nekik 5 szakaszt kell teljesíteniük, összesen több mint 500 kilométert téve meg 4 versenynap alatt. Tegnap Csíkszeredában tartották a verseny ünnepélyes megnyitóját. Minden évben ilyenkor nem csak büszkék vagyunk a lehetőségre, nem csak fontos az, hogy a Székelyföld hírnevét öregítjük, nem csak a saját köreinkben, nem csak Romániában, hanem most már a világon, hiszen ugye hongkongi és amerikai csapat is van az idén a kerékpáros körversenyünkön, hanem vizsgázunk igazából, és elsősorban önmagunkkal szemben vizsgázunk, hogy mire vagyunk képesek, egyáltalán képesek vagyunk-e arra, amit magunknak kitűztünk célul. Nem csak a kerekesek versenyeznek, hanem a szervezőbizottság is versenyzik, hogyha úgy tetszik. Ma 3 széken kerekezett a mezőny. Holnap a körverseny királyetapjának is nevezhető 3. szakasz során 3 B kategóriás, valamint egy C kategóriás mászást kell teljesíteniük a sportolóknak, azaz 2 alkalommal a tolvajos tetőn és a libán tetőn kell átkerekezniük. Emellett Szentegyházán, Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredában sprint szakaszok lesznek kijelölve. Az utolsó versenynapon vasárnap 2 fél szakasz szerepel a körverseny programjában. Délelőtt indítják az egyéni idő futamot, míg a délutáni zárószakaszon a 17 órakor rajtoló mezőny Csíkszereda, Csíkrákos, Csíkszépvíz, Csíkszereda útvonal megtétele után a Megyeszékhely utcáin kialakított 5,5 kilométeres pályán 17 kört teljesít. A 6. Székelyföld kerékpáros körversenyen a díjak összértéke 15.372 euró. Szakaszonként az első 20, a verseny végén az első 30 sportoló kap pénzdíjat. A szervezők Csíkszereda polgármesteri hivatala, a Csíki Sportegylet, a Megyei Sport és Ifjúság Igazgatóság, valamint az Intersport Egyesület, partnerek ebben a Hargita és Kovászna megyei tanács, valamint a Sepsiszentgyörgyi, Kézdivásárhelyi és Gyergyószentmiklósi önkormányzatok, támogató pedig számos magáncég. Ez egy rangos esemény, ami Hargita megye egész lakosságának fontos, és úgy egyben a városnak is fontos egy ilyen rendezvény, az éppen Csíkszeredából startol. Környékünkön szombaton kell forgalomkorlátozásra számítani a következő program szerint. 11-től 12 óra 10 percig a 13A országúton, Csíkszereda és Fenyét között. 12 óra 10 perctől 13 óra 20 percig a 138-as megyei úton, Fenyéd és Gyergyóújfalu között. Majd 15 óra és 15 óra 40 perc között, ismét a 13A országúton, a tolvajos tetőtől Csíkszeredáig.